átadták a Györkönyi Német Nemzetiségi Általános Iskola tornacsarnokát. Az intézményben tanuló diákok a régi 70 négyzetméteres tornaszoba helyett már 480 négyzetméteren mozoghatnak. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a fejlesztési beruházások fontos hatással lehetnek a lakosságra nézve is, ugyanis ezáltal vonzóbbá válhat egy település. Azt is képviseljük, hogy az ilyen kis településeken is vissza tudjanak jönni a fiatalok, a gyerekek nyugodt körülmények között jó levegő járjanak iskolába, szülők esetleg jó utakon tudjanak bemenni dolgozni a nagyobb településekre, és akkor itt ez élhető kis település tud maradni, fejlődni tud. Krausz Jánosné, a Györkönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy 2018 óta működtetői és fenntartói a helyi általános iskolának, melyen az utóbbi években közel 60 millió forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket. A településen élő nem csak svábok, hanem az egész település lakossága szempontjából nagy jelentőséggel bír. Mi egy pici település vagyunk, alig 1000 lakossal, és mi számunkra ez egy hatalmas beruházás, ami mind anyagilag, mind egyéb források szempontjából nagyon nagy jelentőség. Kövérné Horváth Szilvia intézményvezető kifejtette, hogy a tornaterem megújulásával lehetőség nyílik a gyerekek számára új sportágak kipróbálására, ilyen például a röplabda, a kosárlabda vagy a tenisz. Rendkívül nagy jelentősége van az iskola életében ennek a létesítménynek. Korábban egy 70 négyzetméteres tornaszobában zajlottak évtizedek óta a testnevelési órák. A megújult létesítmény segítséget nyújt az intézményben tanuló diákok szellemi és testi fejlődésében egyaránt.